Minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a Nobel-díjas tudósaink mellett leggyakrabban nemzetünk kiemelkedő sporteredményeit emlegetik értékként. Szene Attila sportért felelős államtitkár, Gyulai Miklós a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke, valamint Cserpalkovics András polgármester közösen tette le a Székesfehérváron megépülő regionális atlétikai központ alapkövét. Egy júliusi kormánydöntésnek köszönhetően közel 400 millió forintos fejlesztés indul, amely a versenysport mellett a szabadidő és az utánpótlás sport számára is fontos előrelépést jelent. Az olimpiai sikerek és a tegnapi vidi siker kapcsán nem is kérdés, hogy a sport most különleges figyelmet kap, és hát azért ezt mi 2010 óta mondjuk, legalábbis a kormányzat, hogy stratégiai ágazat a sport, ennek kapcsán a létesítményfejlesztés egy kiemelten fontos terület. Itt Székesfehérváron most ennek lehetünk tanulni, hiszen egy nagyon komoly beruházás veszi kezdetét. Cserpalkovics András polgármester nagyon örül, hogy a városban egy ilyen sportközpont létesül. Itt a Bregyóban egy szabadidőközpont közepén kiegészítve más funkciókkal is, azt hiszem, hogy tényleg ez egy Magyarországon kuriózum, ami ki fog alakulni, és az pedig nagyon nagy öröm és megtiszteltetés, hogy ehhez állami forrást tudtunk megnyerni. Gyakorlatilag az első kérésünket teljesítette a kormányzat, és hangsúlyozom, 100%-os állami forrásból fog a következő hónapokban ez a fejlesztés megvalósulni, és várható a nyár folyamán pedig át is lehet ezt adni a nagy közönség számára. A Magyar Atlétikai Szövetség elnöke Gyulai Miklós arról beszélt, hogy ez a beruházás nem csak az atlétikának, de a régió más sportágainak is fejlődést hozhat. Itt nem csak atlétika lesz. Az atlétika egy nagyon-nagyon fontos történet, hiszen a három alapmozgásból kiindulva valóban minden sportágnak az alapja. De én azt gondolom, hogy ha most más nem mondok, mint a tegnapi káprázatos győzelmét a Videótonnak és az Európa Liga csoport körbe jutását, akkor itt akár majd ki is nevelődhetnek a következő esztendőkben olyan gyerekek, akik nem feltétlenül az atlétika pályán fogják megmutatni a tudásokat, hanem majd épp talán a Videóton foci csapatának hasznára válnak. A regionális atlétikai központ első üteme 2013 nyarára készülhet el, ekkortól vehetik birtokba az új létesítményt a sportolni vágyók.